Mekkora jelentősége van a külhoni magyarok honosításának? Beforraszthatja a nemzet lelkén ejtett régi sebeket az állampolgárság megadása? Milyen tényleges politikai és jogi következménye van az anyaországban a kettős állampolgárság bevezetésének? Többek között ezeket a kérdéseket vitatták meg a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletének előadásán meghívott szakemberek segítségével. Olyan arányú népességfogyás volt és van, amit nehéz megállítani, megfordítani, de legalábbis látszik az, hogy a negatív folyamatok, a kedvezőtlen folyamatok egy kicsit lassultak. Ez is egy nagyon fontos jelentősége, és hát olyan válsághelyzetekben, mint ami mondjuk most Ukrajnában van, a Kárpátalján, a kárpátai madajoknak nagyon hasznos az, hogy van egy magyar útlevél is a zsebükben, amit akár utolsó mencsvárként, akár a biztonságuk, a létüknek a mentése érdekében tudnak használni. Módszár Gábor a Nemzeti Örökségi Intézete főigazgatója volt, dr. Gallai Sándor, az MCC Társadalompolitikai Iskola vezetője, beszélgető partnere. Egyrészt lehet ez egy emberi jog, egy állami keretrendszer, ami csatlakozási lehetőséget biztosít a határokon kívül szakadt vagy rekett nemzettársainknak, de valójában ahonnan mi megközelítjük a kettős állampolgárságot és a nemzeti egyesítés kérdését, az annak a politikán felülálló, a magyar népet nemzetté tevő közös kulturális és szellemi kincs, amelynek vannak megfogható és szellemi része is. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott sokat foglalkozik a határon túlélő magyarság ügyével. Jelenlétével megtisztelte az MCC előadását. Elég nehéz volt végül is 2010 után megkezdeni azt a jogszabályalkotást, majd azokat a támogatásokat, amire mára elmondhatjuk azt, és ehhez 18 esztendőnek kellett eltelni, hogy gyakorlatilag összegyógyult újra a nemzet, és ma már meghaladtuk azokat a traumákat, amit ez a 2004. december 5-e okozott. Éppen 18 évvel ezelőtt, 2004. december 5-én ügydöntő népszavazást tartottak a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról. Az alacsony részvétel miatt eredménytelenül végződött voksolás a magyar politika és a határon túlélő magyarság kapcsolatát azonban hosszú távon megterhelte. A kettős állampolgárság 2010-ben bevezetésre került, ám számos kérdés azóta is vitákat szül.